A kender nyűvését, áztatását, a kendertörést, a szöszt csinálást, fonást, szapulást és a szövést is megtanulhatták mindazok, akik ellátogattak a hétvégén Berekdarócra, a már hagyományos kenderes napok rendezvénysorozatra. A településen működő tájházban és a fesztivál helyszínén a kenderfeldolgozás valamennyi lépését bemutatták. Mikor a szösz megdörzsölődik, akkor a gerebenen megfésüljük, ez a szösz csinálás. Sokunknak vannak olyan eszközök, amelyeket annak idején használtak a falvakban, például a gereben, az nekem is van, és fogalmam se volt, hogy hogy néz ki munka közben a gereben, de akár az esztovátáról is beszélhetünk, ahol már a szőnyekészítés is zajlik, és a település a régi elfelejtett hagyományokat hozza vissza. Természetesen a nevéből magából adódik, hiszen a daróc egyértelműen a ruhadarabra utal. Egy másodszor meg azért fontosak a rendezvények, mert a közösség összetartó ereje ebben a globalizált és elidegenedett világban a legfontosabb. A kenderes napok megnyitóján beszédében a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, a településen a hagyományokat nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni, hiszen nem rab, hanem megélni szükséges. Úgy gondolom, hogy egy települési közösség akkor tud tenni azért a közösség azért a településére, ahol akkor tudja élhetővé tenni, hogyha a hagyományaikat is élővé tudják varázsolni, és így lesz meg a folyamat is, mert így be tudnak kapcsolódni a fiatalok is reményeink szerint ebbe a munkába, és át tudják venni azokat azt a tudást, amely a kiművelt ember főkben már az öregekben megvan, és bízunk benne, hogy ezt sikeresen tudják majd továbbvinni, mert ez lenne a kulcsa, hogy ugyanúgy, ahogy a kendernél elvetjük a magot, ugyanúgy el kell vetni a hagyományőrzésnél is a magot, hogy az kikeljen, és utána annak is ezt a termését tudjuk élvezni a későbbiekben. A kenderes napokon Berekdaróc első díszpolgárát is megválasztották. Díszpolgári címe várjuk a lakosság és az embereknek a javaslatát, hogy kit tegyünk be. Ebben az évben Vince Jenő volt általános iskola igazgató kapta, aki nevéhez kötődik a mostani általános iskolánk. Sajnos tragikus hirtelensége balesetben elhaladott már nagyon régen, viszont borzasztó sokan emlékeznek rá, és nagyon sokat tett Berekdarócnak a szellemi fejlődésébe, a gyerekeknek szellemi és fizikai fejlődésébe, és mai napig is még szeretik és tisztelik, és ezért megkapta a díszpolgári címet. A meghívottak között a kézműves bemutatók mellett népdalkörök, tánccsoportok is képviseltették magukat, a rendezvény idei díszvendégei pedig csángó iskolások voltak.